Július 17-én vasárnap Magyar Kanizsa ad otthont egy fogadhajtó versenynek, azaz az országos bajnokság második fordulójának a Vásártéren. Örömömmel szolgál bejelenteni, hogy Magyar Kanizsa Vásártér egy újabb helyszín, egy újabb helyszínt ad egy szép rendezvénynek, fogadhajtó versenynek, országos bajnoksága lesz megszervezve itt Kanizsán. Sok rendezvény mellett ez még egy színvonalas rendezvény, és ezzel is népszerűsíteni szeretnénk a Magyar Kanizsai Vásárt, a Vásárteret. Én sok látogatót várok ide, bízom benne, hogy sokan ki fognak jönni, ingyenes a belépő, látványos, tehát a lovak, a fogat lesz a központ vasárnap. Az ötlet úgy merült fel, hogy szükségünk van egy új pályára ezeknek a rendezvényeknek a megtartására, és érkezett egy megkeresés a Szerb Lovas Szövetség számáról. Továbbítottam az ötletet a helyi közösség számára, akik szívesen fogadták, és így viszonylag rövid idő alatt úgy néz ki, hogy egy szép programot tudunk összerakni, mint a résztvevők és mint a látogatók számára. A lovasok érkeznek már 10 órakor, de nekünk a versenyprogram az délbe kezdődik, akkor hajtsuk a díjhajtást. Ez így hajtónként egy 8-10 perces program, ami inkább a szakmai része ennek a fogadhajtó versenynek. A 2 órától lesz ebéd, pónilovaglás, és egy kocsi is biztosítva lesz a látogatók számára, hogy akár a gyerekek, látogatók ki tudják próbálni. És 14:50-től lesz az ünnepélyes megnyitó, ahol lesznek beszédek, mondva köszönetek, és felvonul az összes versenyző ide a színpad elé, és utána 3 órától veszi kezdetét az akadályhajtás, ami egy izgalmasabb program a nézők számára, ahol minél rövidebb idő alatt kell lehetőleg hibátlanul teljesíteni a pályát, mert ugye a labdaleverésért és az időtúlépésért kapunk büntetőpontokat, és nyilván a legkevesebb büntetőpontot szerzett versenyző lesz a végén a győztes. Helybeliként ugye én fogom képviselni Kanizsát, de érkezik Szabadkáról 2 fogat, érkeznek Pancsóról, Pecsinciről, de egész Csácsákról is jönnek, úgyhogy szinte Szerbia egész tájait képviseltetve lesz.